Forrás Rádió. Mindig veled. És itt van velünk Spider Ghost és Kori, még pedig ugye egy dal premier kapcsán, ami hangsúlyozzuk, hogy majd délután lesz a Light Sessionben délután 5 és este 7 óra között, hogy a műsoron belül mikor azt nem áruljuk el, ugye? Mert hogy hallgassák végig. Végül is nem fogod azzal kezdődni, persze. Azt hittem, hogy későbbre teszed direkt, hogy hallgassam mindenki végig a műsort. Meg is értettem volna, hogyha nem ez a vezérdal a haveromnak a mixében, szóval azért hogy nézne meg? Ennyit a meglepetésekről. Na, a lényeg, hogy tényleg délután 5 órakor kezdődik, ugye, mert hogy már egy jó ideje, a délután is belecsempésztük ezeket a mix hangulatokat, tök jó visszajelzések jönnek, hogy így látjuk, hogy a hallgatók imádják, hogy már délután elkezdődik egy ilyen zenei folyam, mert ott akkor a szignálokkal is másképp mahinálunk, és hát ugye ma a Spy the Ghost, mert hogy szerdánként ugye te felelsz ezért, te hogy érzed magad ezekkel a mixekkel? Jó a csapatnak a része lennél kicsit, nem? Nagyon, nagyon, és úgy látom, hogy szerintem úgy talán kezdjük úgy becsiszolni egymást, de hát ez még az elején vagyunk azért nagyon, tehát ez lesz a harmadik hét. Majd mondjátok, hogy srácok, ennyi elég volt. Nem fogjuk mondani, mert jó a visszajelzés. És van még plusz motiváció, hiszen DJ Ball is egy csapat része, úgyhogy meg is beszéltük telefonon, hogy ő már melegíti a halászlevet nekünk, és innen oda fogunk hozzá menni, úgyhogy majd átbeszéljük a szakmai dolgokat is nyilván. Azt szép, kérem szépen, élni tudni kell. Na hát ugye 5 órakor kezdődik, tehát akkor a mai mixünk, és akkor abban biztos, hogy mikor, hát nyilván az elején akkor elhangzik. Régi szép slágerekbe is készítettük, majd egyébként meg fogjuk ezt hallgatni, akkor picit térjünk már vissza, mondtam, hogy lehet, hogy egy ilyen retro életérzés elfog minket, de hogy azért ezeken a retro bulikon mind a mai napig gyönyörűen tombolnak ezek a mondhatni slágerek, mivel hogy mindenki zsigerből, kapásból tudja, ez a tapasztalat, nem korít, fordulok hozzád, fölmész a színpadra, és akkor robban a közönség. Igen, sikerült elérni a angyalok által és az élet adta ajándék által, hogy lett néhány művészeti alapvetés így zenei téren, amit hogyha így elindítunk, akkor ilyen pavlovi reflexszerűen nem a nyál csorog össze a szánkban, hanem beindul a szívünk, és elkezdünk mozogni, és marhára elkezdjük magunkat jól érezni, és a buli pedig a tetőfokra kezeket a magasba, és akkor 3-2-1, és akkor gól. Hát de nem tudlak elképzelni, hogy egy helyben állsz, és statikusan ott vagy, tehát hogy szenvedne. Totálisan előttem van a vízió tényleg, hogy a Paré kolléga fölmegy szépen a színpadra, jön Kori, érted, berobban, és ugrálsz. Te mind a mai napig ez megvan, mondtad múltkori beszélgetésünk során, arra emlékszem, hogy te azért erre figyelsz, hogy legyél fit, és hogy egy kicsit mind a mai napig gyúrsz, foglalkozol a testeddel, ez látszik azért a színpadon is. Más is foglalkozik a testemmel, ez óriási. és akkor ez engem is motivál, hogy ha másnak kedve támad, akkor esetleg én is. Nem, hát tényleg nekem van egy ez ilyen... Ez egy érdekes mondat volt egyébként. Ezt azért így gondolt végig, vagy mindenki úgy, ahogy szeretnék. Semmi rosszra nem gondoltam, nem tudom, reggel van, tehát ezek az én gondoltam, azok, hogy rendszerezettek. Szóval igyekszem, hogy tényleg egy ilyen sportolói megközelítésből, nekem nagyon sok sportoló barátom volt, és valahogy ezen a vonalon indultam el, és akkor mindig odafigyelek a kajára, a pihenésre, arra, hogy optimalizáljam a teljesítményemet, minden tekintet, frissítéseket letöltöm, minden, így 2.0, vagy akármennyi, gomnyomással, és akkor ez így fitten tart, és hát természetesen a közönséggel ez a kontaktus, a szeretet áramlás, én ezt így szoktam fogalmazni, az elindul, és onnantól kezdve már csak a szárnyalás marad. Na, srácok, amire még itt azért érjünk ki szerintem adásban, mert itt ugye pont azt mondta a Zoli is, hogy már mint a fenyvesi, most két Zoli is van, úgyhogy meg vagyunk lőve. Egy négyzetméterre jut a Zolik számára, kicsit meg. Dupla Z, Zizi Top. Zizi. Ez jó van. Jó, ez jött a műsor. Teljesen elbírja. Jó. Na, szóval azt akartam kihozni belőle, hogy ezek tényleg slágerek, és ezek olyanok, amiket, ahogy te is mondod, Kori, hogy fölmész a színpadra, és generációtól függetlenül mindenki fúj. Na de, most ugye itt elhangzott egy, Tomi, talán te mondtad, hogy manapság már inkább népszerű dalok vannak, és kevésbé slágerek. Na akkor próbáljunk azért valami különbséget tenni, hogy mitől is lesz sláger, és miért van az, miért lehet az, azért próbáljunk a műsoridőbe is beleférni, most hogy manapság inkább népszerű dalok vannak. A varázslatot, akkor kiadjuk saját magunkat. A varázslatot nem kell, csak hogy azért valamiféle ilyen különbségtételt, hogy mi az, ami mondjuk ott még működött, és működik a mai napig ezeknél a slágereknél, és ma már talán kevésbé találják ezt a receptet, nem véletlenül áll egyébként feldolgozásokból szinte a játszási listánk fele. Hát nyilván, tehát a mi koncepciónk igazából abból áll, hogyha van egy régebbi dal, és akkor azt újra polírozzuk, mondjuk így, akkor az a legfontosabb dolog, hogy a dalnak a szellemisége, illetve az a dinamikája, az a töltete, ami megy a közönség felé, az maradjon meg, és az csak körbe, tehát szó szerint körbe simogatott, barátkozol vele, és hogyha az megmaradt, akkor ugyanúgy az idősebb korosztály, úgy, mint a mai korosztály, el fogja fogadni,
nem lesz egymásra mutatás, hogy ez elveti, rontva, szétette, keverve, nem. A szellemisége maradjon meg. Pont sok fiatal DJ-t ezt mondom, hogy figyelj, miért vetted ki pont a refrént, a húzó részt, és akkor az izéből csináltál a verzióból csináltál refrént, figyelj, és akkor látod, hogy hát erre csak átcsorognak meg, stb. Nem, azt tedd vissza, az édebó verzió volt, azt tedd vissza, és akkor jó, vedd ki belőle a verzét, és akkor hagyd benne a refrént, és akkor rögtön az üt, működik, és szeretik, éneklik, ugrálnak rá. Na, hopp, kérem ennyi. Szépen. Érezni kell, hogy mi a dalnak a lelke. Tehát, hogyha azt tiszteled és megtartod, akkor újra csomagolhatod szinte akárhogy, és akkor instant fog oldódni. Mi ezt toljuk, és ez tényleg működik. De ez azért kell az a rutin, nem? Tehát, hogy érezzétek, hogy melyik dalnak lesz olyan lelke, amit egyébként sokan átéreznek. Ez úgy működik, hogy ülsz a gép mögött, és fejedbe színpadon vagy, és látod a közönséget, és már úgy gyártod le az adott újra csiszolt verziót, hogy tudod, hogy mikor fognak sikítani, megtapsolni. De jó, hát ezt tudjátok ez nyilván. Ez a rutin, amit mondtál. Aha, meg te is mondod itt nekünk adáson kívül, hogy a gyerekek 86 óta a lemezeket pörgetem, tehát hogy azóta ugye trendek voltak, jönnek, mennek, de azért a saját szellemiségeteket továbbra is beleviszitek, tehát hogy nyilván megfogalmazódott mindig bennetek, hogy mindig csináljunk valami újat, de azért ragaszkodjunk az eredeti verzióhoz is. És a 86 óta azért te látod, hogy mire pörögnek az emberek. Nyilván egy DJ-nek ez a dolga, egy producernek ez a dolga. Persze. Azt tudom mondani, hogy nagy rész az élet, amit a történelem során ismétli magát a zeneiparban is. Vannak klissék, vannak fogások, nyilván minden évtizednek megvan a sajátos hangzás, sőt nem is évtizedek, hanem inkább mondom generációk 7 évenként azért ott is változik, most egy kicsit gyorsabban. Vagy megfejtés nincs, ezekkel csak élni kell. És aztán vagy élünk, vagy nem. Lesz még divat a Buffalo, én elraktam az enyémet, úgyhogy várom. Lehet, hogy jövőre már elő is veszem. Ennek mi örülnénk. Ennek nagyon örülnénk. Igen, nagyon igen, de ez most rámutogatás volt a nyelvitek. Spy time. Spy time, jöhet a spy time. És ezt mondta, bocsástatok meg Korea Happy Gangből. Spy the Ghost a délutáni Light Sessionben hozza a mixet, és ott egy vadonatúj verzióját a sokáig voltam távolnak, aminek az eredetiét hallgattuk most meg legutóbb. Figyelj csak, Petrától jött egy üzenet. Üdv a Spy-nak! Sokat bulisztunk a zenéitekre. Van egy barátnőm, a Spy Time-os Dance-et nagyon királyul tudja tolni, mindig rácsodálkoztam, és sose tudtam megtanulni. Hát lehet gyakorolni, hogy legyen büszke rátok, Spy, ügyesen, mutassátok be. Mert hogy Petrától ilyen üzenetet kaptam. Köszönöm most szépen, köszönöm szépen. Küldjél videót a rajongói oldalra, lehetőleg nézhető. Jó, csak vicceltem. Vagy privátban egy más kategóriájú, nem kevésbé nézhető. De hogy köszönjük szépen egyébként, Petra. Azen gondolkodtunk, ugye, hogy hát a régi szép időkben voltak ezek a spy táncok tényleg, és akkor forduljunk, akkor picit az induláshoz, vagy nem tudom, hogy mennyire voltatok akkor indulóban, de a 2000-es évek elején, ugye, akkor Spigivel együtt, ti ezeket a zenéket olyan szinten lehoztátok, hogy azzal tényleg megteremtettek egyfajta műfajt, ami végig söpört az egész magyarországi dance-kategóriát. Bocsáss meg, az is volt a célunk, hogy egy kicsit azért a magyar zenei élet úgy kezdett úgy olyan furcsán úgy eltállni a nemzetközitől, uh-huh. És voltak nemzetközi trendek, amiket szerettünk, és ezek nem köthetők műfajok, és sokszor handsapoznak engem, meg stb. Hallgassátok meg a Spider-Ghost dolgokat, azok nagyon nem handsapot, teljesen más hangzást képviselnek, viszont stílusilag, ami akkoriban volt külföldi trend, azok oda beillettek, ezért is lettek elkészítve, hogy nem vagyunk mi azért lemaradva a külföldtől, meg hát miért, tehát nem? De mi hiányzott, vagy mi az, ami miatt nem tudott mondjuk a magyar könnyű zene, és hát szerintem sok esetben a mai napig is nehezen tud. Ez indítatás is volt, például nekünk az Éjjel érkezem annak idején úgy készült, hogy volt az egyik kereskedelmi televízióba egy műsor, ez a Ciao Darwin, ami az 5-es gyerekeknek és a tanárok között volt ilyen vetélkedő műsor, és ott megkérdezték a diákot, hogy Pataki Attila, és nem tudott rá beszélni, hogy akkor azon kicsit ilyen ideges lettem, mert láttam, pont anyukám nézte, ezt a jelentet láttam, és mondom, jó, akkor fogjátok tudni. És tudják is a mai napig. Zseniális. Ilyen indítatást. Ebből, tehát ez a sztori, ez nekem abszolút nincs meg, hogy egyébként egy ilyen műsor húzta föl tényleg a kis agyacskádat, hogy mi az, hogy nem akkor tudja. Akkor nekünk elindult egy kicsit azért, hogy már népszerűbbek lettünk, meg hogy volt előtte már 3 dal is, ugye, illetve 2 és 2,5. És akkor az... Hány éves, 6,5. Igen, mert közben hát voltak olyanok, hogy én azt szoktam mondani, hogy általában tudjátok, hogy kit hamisítanak a pénzt, meg ennek értéke van, bennünket is elkezdtek hamisítani, tehát akkor valamilyen szinten értéket is képviseltek, képviseltünk,
illetve folyamatosan kellett különböző rendszerekkel lekódolni a gépeket, törték fel a gépeinket folyamatosan, és vitték el. Volt olyan, hogy megjelenés előtt álló full albumot, mix albumot feltörtek is, nem tudtuk megjelentetni, meg kikerült. És ez 2003-2004-ről beszélek. Atyaid, kellemetlen. Tehát már akkor kikerültek a dolgok, és na mindegy, és visszatérve az eredeti témához, hogy ez a magyar zenészséget felhozni arra a szintre, hogy nem vagyunk semmivel se lemaradva, mai napig is ezt képviseljük, illetve a korival is ezért dolgozunk, hogy igenis, itt vagyunk az élvonalban, amiket hallottok, azok megtalálhatók náluk is, illetve hát pont az, hogy magyar nyelven ez fontos volt, mert akkoriban mi is tapasztaltuk, hogy kicsit el lettek nyomva a magyar zenék, és amikor külföldre mentünk, ott viszont a helyi regionális, hogy elment Spanyolországba, Franciaországba, ahol be sem engedik szinte 20%-ban szól külföldi zene. Inkább ráfekszenek a sajátra. A mai napig itt is gettákat erőltetjük, meg stb. Gyerekek, hol vannak a magyar zenék? Nem csinál rossz zenét, de nem vagyunk kevesebbek, ne hülyeskedjünk. Nem, sőt, nagyon jó produceri munkák vannak itt, amiket hallasz. Itt azt nézem, ugye itt, én például rákerestem a te Facebook oldaladra, a Spy the Ghost-ra, és hogyha valaki egyébként rákeres erre a névre, egy Spy the Ghost, akkor tényleg így kettőtöket azonnal kidobja a Spigivel együtt. Mert ugye nektek nagyon-nagyon sokáig közöttök volt, meg végülis van is, persze, de hogy így most például a fejlécetekben, amire most én a hétvégi bulira hívjátok fel a figyelmet, ott külön van kiemelve, hogy Spigi Boy és a Spy the Ghost. Tehát innentől kezdve azért téged, mint Spy the Ghost, egy személyben kell persze, akkor emlegetni. Persze, de folyamatos együttműködés van. Na, Kori, mesélj már egy picit, milyen a munka? A 6 évet, figyelj, 6 éve tartó munka a Tamással. Hát nagyon sokrétű. Először is beültem a stúdiójába egy ilyen kis kuckóba, és akkor ott elkezdtünk ismerkedni, és ő nagyon megijedt, hogy mi van velem, mert én egy kicsit ilyen bizalmatlanul álltam ez a dologhoz. Nem a személyhez. Konkrétan megkaptam egy kicsit ilyen rémültem, mert hogy most mi fog történni. Igen. Nyugi, nem fog bántani, ugye? Igen, mert a klíma 19 fokra volt állítva, és ez nekem kicsit szokatlan, szóval én egy kicsit ilyen mediterránabb típus vagyok. Most derült ki, hogy ez volt a baj. Hát illedelmes csávó vagyok, de mindegy, most így szűk körbe, akkor ezzel is szembesítettelek. Csak egy páron hallgatják. 22, akkor ez nem jó, baj. Kiváló, nagyon jól érzem. Vizet is kaptam, szóval jó a társaság. Úgyhogy egy sokrétű együttműködés van így köztünk. Nekem egy új világot nyitott ki, mert eddig én mindig zenészekkel dolgoztam, és ezt nem tudtam nagyon elképzelni, hogy ő meg ilyen pöttyöket rajzol, és akkor abból az majd meg fog szólalni. És hát azt kell mondjam, hogy jobban szólalt meg, mint akikkel korábban dolgoztam. Tehát, hogy ez nekem egy teljesen új dolog volt. És aztán erre így rákaptunk, és nagyon, nagyon szinkronba kerültek így az elképzeléseink, pontosan a slágerfaktor miatt, hogy azokat szeretjük mind a ketten, hogyha például fontos nekünk a közönség, mert sokan öncélúan csinálgatják ezeket a dolgokat, és összekeverik a szórakozást a szórakoztatással, pedig az a jó, hogyha az átfedésben van, mind a kettő megvan, és erre mindig is figyelünk. Úgyhogy elkezdtük ebbe a szellemiségbe. Egyébként egy Total Dance Fesztiválra kellett új mixeket készíteni, és aztán jött a nagy gól. Jöttek az eredmények, és akkor ez vitt minket így tovább, úgyhogy ez azóta is tart, aztán színpadra is csatlakozott sokszor így a produkcióhoz a Mozsó. Ez megmaradt azóta is, például 2 héttel ezelőtti héten 11 bulis turnéba vettünk részt, és kifogástalanul teljesített a produkció. Mi vittünk saját hangosítást is a kis csapatunkkal, és valami őrület. Tehát végigcsináltuk, pedig nagyon korán ott kellett lenni, Ósztól Siófokig tényleg mentünk a kis turnénkkal, és aztán indul a nyár, és aztán most szét fogunk válni, vagy mit tudom, hogy most a hétvégén 2 buli között becsatlakozott hozzám. Szóval ez az egyik ilyen része, de most készült egy vadonatúj videoklip erre a dalra, amit majd bemutatunk ugye délután a Mix műsorban. Itt a videoklipben is a stáb tagja volt a Mozsó kis csapatunkkal. Megkaptuk a Budapest Sport Aréna, a Paplászló Arénának a külső teljesen hermetikusan lezárt részét egy egész napra forgatásra. Ott van egyébként Budapesten a legnagyobb kültéri LED fal. Oda ki tudtunk tenni kis videót, és sokáig voltam távol. Ez nagyon jó volt, benne van a klipbe is. Sikerült kapnom egy versenyzőtől egy BMX kerékpárt. Benne van egy ifjú hölgy, aki egy Avicii klipben szerepelt korábban, amit itt forgattak.
kaptam Londonból egy olyan egyedi gyártású cipőt, amire rá van írva, hogy sokáig voltam távol, meg ilyenek, tehát így egy kint élő hazai származású dizájnertől. Szóval olyan extra dolgok tudtak történni, vagy két hétig esett az eső, kivéve azon a napon, és akkor meg tudtuk csinálni ezt a videóképet. Tehát ezek olyan pozitív dolgok, amiben mind együtt veszünk részt. Most mondjuk ebben én vagyok a főhős, de tervezünk egy közös dalt, Magyarország az lesz a címe, ez egy ilyen sportinduló, egyébként egy tök jó dal, de egy ilyen buzdító sportinduló lesz, és teljesen egyedi, mert nem csak az élsportra koncentrál, hanem pontosan a tömegsport és az élsport összekapcsolásáról fog szólni. Úgyhogy ez is készül meg videoklip, ebben én leszek az énekes, rapper, tehát hogy így nagyon sokrétű ez a dolog, és az egyik húzza a másikat, de ha már Spiggy Boyról beszélgettünk, az ő közös egyik kiadójuk a Dance Mix Records, és ezt a Sokáig Voltam Távol című dalt, ezt a Dance Mixnél fogjuk megjelentetni, tehát itt többszörös együttműködés van, sőt a klipben is benne feltűnik ő is, meg a Spiggy Boy is, tehát így minden erősít mindent, és így összedolgozunk igazából. Azon gondolkodtam, hogy igen, születésnapra meg lehet lepni ezek után bármivel. Mondod, hogy milyen klassz cuccokat, meg táncost, meg cipőt, meg mindent kaptál, te, úgyhogy szerintem durva. Ez ilyen születésnapi buli volt kb. Megőrülés van, kérem szépen, Petráikat elvesztettük, itt azt írja az előbb, ugye, akik üzentek, hogy üdv akkor a Spy-nak. Fényrúd a kézbe, meg a síp! Hol van a munkahelyen, megőrülünk most, köszi a zenét. Úgyhogy úgy tűnik, hogy sikerült akkor hangulatba hozni mindenkit, kösz Petra, hogy üzensz nekünk, meg hogy itt vagy velünk, mert továbbra is a vendégeink itt valóban Spy the Ghost és Kori, meg az együttműködés, meg aztán délután ugye tényleg leleplezitek, hogy miről van szó, Sokáig Voltam Távol, vadonatúj verziója volt ennek. Na, Kori, még egy picit fordulok feléd, mert hogy itt mondtad, hogy hangosítsuk már ki, hogy azért voltak itt érintkezési pontjaink. 2017, azt ennyire vágod, ugye akkor történt a változás. Igen, én egy történelmi interjúnak hívom az én kicsi életemben, hiszen itt a Forrás Rádióban a veled készült interjúval indultam el igazán az önálló pályán, és nagyon szépen fogalmaztál, azóta is ez egy szlogen lett a fejembe, hogy Kori viszi tovább a Happy Gang lendületét. Mm-hmm. És ez annyira diplomatikus, és annyira tényleg teli találat, hogy ez engem így irányultságba el is indított. Gyerekek, ki kell mennem egy kávé, nem bejön. Csak ne kérjen 100%-ot. Köszönöm, muszáj kimennem egy kávére, ez nagyon szép volt. De te tényleg akkor volt 17-ben, emlékszem, hogy akkor váltott, és hát akkor történtek ezek a változások az életedben, és hogy az alatt is egy csomó-csomó változás volt, mert hogy vittél DJ-t magaddal, szanaszét szedtétek a színpadot, úgyhogy ezek a zenék azóta megállják a helyüket, gondolom tényleg így emlékeznek rá mindenki. Abszolút, itt egyébként a Gyémántfürdőben is rendszeresen szoktak bulik lenni, vagy a nagy fesztiválon itt Tatabányán, rengetegszer léptünk már fel hatalmas bulikon, óriási közönség előtt, úgyhogy helyi érdekeltségek is vannak, és helyi emlékeink is megvannak, de aztán országszerte megyünk a legnagyobb fesztiváloktól, tehát végigjártam, tényleg a rendszeres fellépője vagyok a Szigetnek, a Voltnak, most talán ami a legnagyobb fesztivál, és meg lesz tartva az EFOT, ott is már be vagyok kötve. Mindenhol úgyhogy mindenhol is. Majdnem is, de tényleg nagyon sok helyen. És megbecsülték a legkisebb bulit is, ugyanazt a lendületet kapja a kis buliba is a közönség, mint a legnagyobba. Kori, akkor egyébként elmondhatjuk, hogy ezt az elmúlt egy-másfél évet, ami azért így a pop szakmának sok tagját erősen megviselte, hogy itt a Covid időszak, ezt próbáltad azért hasonló pozitív szellemiségben átélni? Abszolút, mindenképpen nagyon fontos a hozzáállás, de valahogy az élet be is dobta, az, úgy fogalmaztam meg, hogy furcsán pozitívan alakult például ez a fél év, hiszen rögtön februárban egy A38-as élőkoncert TV felvétellel indultunk, ez a Raktár koncert keretein belül, de azt hiszem, hogy ez szakmailag mindenképpen egyrészt egy elismerés, meg egy kvóta teljesítés. Nagyon jól sikerült, és akkor nem tudom, ismeritek-e a Spider Ghostot, mert végül is ő a masteringet ő rakta rá, szóval nem tudom, hogy... Azt mondták, hogy a Forrásban szokott zenélgetni, hallottuk már valahol. A délután egész is, úgy, egész jó mixeket egész, nem látjuk, állítólag van hangja a pult mögött. Szóval így indultunk februárban, és azóta lényegében egy média turnén vagyok, és tényleg a legkisebb netes portáltól épp ezzel köszöntettél reggel, hogy a legnagyobb kereskedelmi televízióban ment le ugyanennek a dalnak a kicsit összefoglaló történet nyilván, de az új videoklipnek a promóció is lement. A másik nagy kereskedelmi tévében meg 2 hete voltam, ott mutattuk be. Szóval tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden spektrumban ott tudunk lenni,
és ez egy igazából egy elismerés, és egy kicsi büszkeség is van bennem, és egy hatalmas öröm. Igazából nagyon nagy büszkeség van bennem. Egy pici, mert a szerénység az nem árt, de tényleg ez most egy... De ez nem egy is használt. Nem, hát mindenkit, tehát ezt tudni kell, kicsi arccal kell tolni, és a legnagyobb szívvel, én nekem ez a motto. Ez működik is. Na, Tamás, egy picit fordulok hozzá, itt elkezdtem böngészni, olyan jó dolgokat lehet olvasni veled kapcsolatban, meg azért tegyük hozzá, hogy a rádiózás világa sem áll tőled nagyon messze, mert hogy azért te benne voltál nyakig, meg igen, vagy végül is egy picit, igen, még igen, most is igen. Is. Most is is. Ja, igen. Ja. Is is. De hogy Debrecenből indult a te utad, és hát a környékben azért te ott szépen kiépítetted magadnak a karriert annó. Igazából, amikor felköltem Budapest, azt mondták, hogy nekem elfogyott a környék, neked máshol van most már dolgod. Annak a lényeg, amikor felkerültem 2000-ben én az E-klubba, kezdtem a pályafutásomat a Budapesten, én nem akartam oda felmenni, én nagyon jól el voltam a saját régiumban, és akkor jött ott egy megkeresés, egy helyre oda beraktak egy tini diszkóba, és ott rögtön megragadtam, úgyhogy rögtön átraktak este az esti diszkóba, aki ott volt speaker, ott volt egy házigazda DJ, és mellé volt egy speaker, azonnal kirúgták, pedig utána egy ismertebb rap csapatban lett rapper a srác. Igazából ilyen furcsa körülmények között indult a budapesti pályafutás. Majd, ha kinyomjuk a mikrofont, te nagyon szeretném. Nem mondom meg. Ez már nem itt adásban, de majd adásunk kívül nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Érdeke. Sokba kerül. Tényleg, dobjuk már össze, légy szíves. Valami pénz nálad. Itt van az ügyvezetőnk. Ha megmaradt 10 órától a gyűjtés esetleg, mert még se kellett kiszabadítani, akkor szerintem csoportosítsuk át ide. Ja, nagyon jó ezek a történetek. Igen, és akkor Budapesten ott aztán tényleg beindult. Tehát könnyörtelenül visszafordíthatatlanná vált ez a verzió. Hát igen, ott is voltak különböző dolgok, ott csináltunk egy érdekes klubhimnuszt, ott is klubhimnuszt csináltunk, ez ott a Budapest E-klub, szerintem elég sokan ismerik itt vidéken is, sokan jártak tőletek is oda bulizni, illetve hát, amikor járt a buli is, ugye a helyi népszerű DJ-tek, most a DJ-n, bocsánat, és benne. Már melegíti a halászlevet. Már melegíti. Nagyon burkolcézek, nem is burkolcézek. A halászlevet, valamit kell promocionálni neki is. Valami desszertet nem kértek, üzenjük már neki. Hello, buli. Kicsit elveszítjük itt a fonalat, de nem baj, tehát tényleg tök jó hangulat. Ezt mondtátok, hogy egy kocsiba ültök, akkor ugye kőkövön nem marad. Vagy amit itt hallunk tőletek, na azt még nyugodtan meg lehet egy párral szorozni, akár a színpadon, de színpadok közötti fellépések alkalmával is, tehát akár az autóban ülve, ugyanez a rendület, ugyanez a hatalmas nagy attitűd. Úgy szoktam mondani akkor, hogy nekünk nem kell egy autóba utazni, mert hogyha egy autóba utazunk, alapvetően szétrőjük az utat, másik meg az, hogy összerakunk 2-3 zenét, amit azért illik összerakni 1-2 hét múlva, vagy valami összeprojektelni, általában 2-3 nap múlva már valami demo van belőle mindig. Én ilyen sztahonovista vagyok, imádom ezt csinálni, tehát gyerekek, tehát óriási ezeket a zenéket létrehozni. Sokszor ilyen hülyeséggel indul, nagy baromságok vannak benne, és egy teljesen konszolidált, és ráadásul olyan verzió jön ki belőle, amit még be is kajáznak rendesen. Forrás Rádió. Mindig veled!